Utak, járdák felújítása, energetikai korszerűsítés, többek között ezek is szerepelnek a város idei évi költségvetésében. A képviselők ma fogadták el a 2024-es büdzsét, hogy mennyi pénzből gazdálkodhat idén Cegléd. Erről is szólunk hamarosan, előtte azonban nézzék meg a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. A budai úti fürdő fejlesztésére nyújt be pályázatot a város, erről is döntöttek a mai ülésen. Országos tollaslabda versenyt rendeztek Cegléden, 8 városból érkeztek játékosok. És neves páros, a Jezernicki és a Lőrinc házaspárt hívták kötetlen beszélgetésre. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városi Televízió csütörtök esti híradójában. Elfogadták a város idei költségvetését, 16 milliárd forintból gazdálkodhat Cegléd 2024-ben. A képviselők döntöttek többek között a sporttámogatásokról és arról is, hogy út- és járdafelújításokra, valamint energetikai korszerűsítésre több mint 1 milliárd 800 millió forintot fordít az önkormányzat. Hosszú egyeztetés az intézményekkel, gazdasági társaságokkal folytatott tárgyalások után elfogadta ma a testület a város 2024-es költségvetését. A költségvetés fő összege több mint 16 milliárd forint. Az ülésen a polgármester összegzésében elhangzott, a helyi adóbevételeket 4 milliárd 80 millió forintban tervezték, ami 41,6%-kal több az előző évihez képest. Ennek oka az infláció, valamint a gazdasági növekedés és az adófizetési morál javulása. Dr. Csáki András beszélt a betervezett beruházásokról és felújításokról is. Kiadási oldalon említést érdemel a betervezett beruházásaink és felújításaink. Ezek közül a legfontosabbak az út- és járdafelújítás közel 278 millió forint, a Csengettyűs utca felújítása 68 millió forint, a városház felújítása, itt elsősorban a tető, illetve a most folyó napelem felhelyezése, illetve női mosdó és a ablakcsere az 52 millió forint, a csíkosszél építése a 143 millió forint, az öregszülő ivóvíz hálózatának további bővítése, tehát a harmadik ütem az 48 millió forint, és egyéb felújítások pedig 254 millió forint. A képviselők elé került költségvetési tervezet azonban még ma is változott. Több módosításra is érkezett javaslat. Így a sportcélú támogatásokra tervezett 40 millió forint helyett 140 millió forintot szán a város hosszas vita után, hiszen a polgármester túlzónak tartotta a keretemelését, főként ha a férfi kézilabda egyesülethez kerül, hiszen úgy értesült, a klub működésével gondok vannak. Ugye a költségvetésben van egy sor, amit minden évben meghatározunk annak érdekében, hogy mennyit fogunk majd arra a pályázatra fordítani, mekkora lesz az a pályázati keret, amit évről évre kiírunk. Ez a 100 millió forint, ez nem a kézilabdaklubnak címzett támogatás, ezt a jelenlegi rendelet szerkezet miatt külön soron kell megjeleníteni, annak érdekében, hogy a pályázatot ki lehessen írni. A polgármester végül mégis azt kezdeményezte, induljon vizsgálat arra vonatkozóan, megfelelő-e az egyesület gazdálkodása. Erre jogosultsága az önkormányzatnak nincs, de végül az a megoldás született, hogy megemelik a sporttámogatás keretét, ám kezdeményezik, hogy az arra jogosult szervek vizsgálatot folytassanak le. 25 millió forintra nő a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása. A többségi frakció javaslatára került a képviselők elé ez a módosítás. Fenntartom azon javaslatomat, amely a gazdasági bizottság ülésén is elhangzott, hogy valóban az múlt évben is több támogatást adtunk, mint 5 millió forint, ezért az én módosító indítványom most arra vonatkozik, hogy ez az összeg 10 millió forint legyen a roma önkormányzati támogatás tekintetében. Végül a többség szavazatát a 25 millió forintos támogatás kapta meg. 10 millió forint plusz forrást kap a Művelődési Központ a Laska Fesztivál és Extrém Sportnap megrendezésére. 3 millió forintot fordít a város a malomtéri óvoda játszó eszközeinek cseréjére. Városáválásunk 660. évfordulójára kiadvány készül, és egy zenemű ősbemutatóját is láthatja, hallhatja majd a közönség. Mindenre 6 millió forintot biztosít a ma módosított költségvetés. 15 millió forintot fordít majd a város a Gubodi Park rendezésére. 10 millió forinttal több kerül az egyéb felújítások keretbe. 20 millió forint jut majd a Kaszárnya szél és Lövölde utcában a meglévő útalapok aszfaltozására.
A járda felújításokra szánt keret is nő 6 millió 350 ezer forinttal. Az országos találkozó megszervezéséhez 2 millió forint önkormányzati támogatást kap a Városvédő és Szépítő Egyesület. Ez a módosítás is bekerült a költségvetésbe, amelyet a könyvvizsgálattal megbízott szakember is elfogadásra javasolt. De arra is felhívta a figyelmet, van 4 tétel a költségvetésben, amelyet folyamatosan nyomon kell majd követni az év folyamán, és ha szükséges, a költségvetést módosítani kell. Ilyen a maradványösszeg és az iparűzési adó is. Kockázatnak látjuk a már sokat taglalt sportszervezetektől történő bevételeket. Ez 110 millió 680 ezer forintban került meghatározásra a költségvetésben. Negyedik ilyen tétel az a felhalmozási bevételeknek az összege. Ez 1 milliárd 740 millió forintban került meghatározásra, ami egy nagyon nagy összeg a korábbi évekhez képest. A tavalyi teljesítés az 770 millió forint. Ezt oly módon lehet kezdeni, hogy a korábbi években is tette az önkormányzat, olyan mértékben vállal kötelezettséget a felhalmozási kiadásokra, amilyen mértékben ezek a felhalmozási bevételek befolynak. A módosítások után került a képviselők elé a már végleges minden módosítást tartalmazó költségvetés. Ezt az anyagot már a szövetségi frakció is támogatja, mondta dr. Ferenczi Norbert. A testület a módosított költségvetést tehát egyhangúan megszavazta. 13 egyhangú szavazattal elfogadva. Több mint 4 milliárd forint támogatásra nyújthat be pályázatot a város. Ebből az összegből a Budai úti fürdő minden épületén és gépészeti részlegén energetikai beruházást lehet megvalósítani, csak úgy, mint most a főépület esetében. A testület ma döntött a pályázat beadásáról. Továbbra is az A+R Consulting Kft. Lesz a polgármester szakmai, szakértői segítsége. Lejárt a szerződés, de a testület jóváhagyta annak meghosszabbítását. Újra tárgyalt a testület a Patkós Irma Művészeti Iskola kéréséről. Visszaadnák a volt laktanyában használatra megkapott épületrészt. A testület megszavazta, visszaveszik az ingatlant. Az óvodák nyári zárvatartásáról és az ügyeleti rendről is döntés született. Július második felében és augusztus első felében lesznek zárva az óvodák, de egy-egy intézmény nyári szünete alatt is lesz óvoda, amely fogadja a gyerekeket. Béremelésekről is döntöttek. A Ceglédi Városi Könyvtár igazgatójának munkabére 15, a Kossuth Múzeum igazgatójának bére 30%-kal nő. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról is most döntött a testület. Ha ezen változtatni szeretnének, azt a költségvetés elfogadásával együtt lehetséges megtenni. A számítás módján nem változtattak. Annak alapja garantált bérminimum, amelynek viszont évente változik az összege. Ezért kellett most újra tárgyalni erről. Fehér István sürgősségi indítványt nyújtott be a Cigle frakció nevében. Azt javasolják, hogy a tiszteletdíjuk csökkenjen. A képviselők a garantált bérminimum 60%-át, a bizottsági elnökök 35%-át, a tagok pedig 25%-ot kapjanak. Javaslata nem kapta meg a szükséges többséget. A jelenlegi mezőgazdasági-gazdasági helyzetre való tekintettel a korábban megállapított bérleti, haszonbérleti díjakat nem emelték. Erről is ma döntött a testület. A fürdő főépületének korszerűsítése, energetikai fejlesztése már zajlik. Most arra ad be pályázatot a város, hogy a komplexum minden épületének és gépészetének energetikai megújítása megvalósulhasson. A maximálisan 4 milliárd forintos pályázati támogatás vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású. Újra a Budai út volt a lakossági félóra témája. Makács Márta, aki korábban petíciót nyújtott be a sebességkorlátozás érdekében, ma többek között arról beszélt a képviselők előtt, miért nem lesz jó megoldás a trafibox kihelyezése. Újra a Budai út ügyében kért szót Makács Márta a mai lakossági félórán. Ő az, aki az előző ülésen egy petíciót is átadott a polgármesternek, amelyben kérik a sebességkorlátozás bevezetését. A Budai út sebességkorlátozásában tárgyában benyújtott petícióra adott válaszában ön szerint a balesetveszélyes források előidézésének oka csupán a sebességhatár túllépése. Amennyiben beszélt volna egy baleset elemző szakértővel, vagy megnézi a rendőrségi baleseti statisztikát, ekkora hamisságot nem írt volna válaszában. A balesetek döntő többsége a magas és egyben alkalmatlan sebességhatár miatt következik be. Ismételten kérte tehát a sebességkorlátozás bevezetésének mérlegelését és bevezetését. Dr. Csáki András polgármester válaszában elmondta, ismét felhívja a figyelmet arra, kikérték a rendőrség véleményét, és az adatokat is arra vonatkozóan, mikor mennyi baleset történt, és azok milyen okból. Nem tudok önnek más álláspontot jelenleg mondani, mint amit korábban mondtunk, illetve ezzel kapcsolatban írásban is megkapta a választ.
vannak, akik támogatják a sebességkorlátozást, a tábla kihelyezését, vannak viszont, akik azt a véleményt fogalmazzák meg, közlekedési szakemberek is, hogy a városból történő minél gyorsabb kivezetése az autóknak az kívánatos. Az pedig természetes kell, hogy legyen mindenkinek, hogy a sebességhatárokat be kell tartani. Ennek nyomatékosítására döntött a testület korábban a Trafibox kihelyezéséről. Kéményseprőknek adják ki magukat, így próbálnak bejutni házakhoz, cégekhez, csalók Cegléden. Az Újváros több utcájában is tapasztalták, hogy bírsággal is fenyegetőznek. Rövid híreink következnek. Ismét feltűntek a kéményseprős csalók Cegléden. A katasztrófavédelem alvállalkozóinak adják ki magukat, így akarnak bejutni az ingatlanokba, gazdálkodó szervezetekhez. Bírsággal fenyegetőzve próbálják elérni, hogy a tulajdonos beengedje őket. A kéményseprő nem érkezik magától, a katasztrófavédelemnél vagy az interneten elérhető valamely kéményseprő cégnél kell előre időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre, hívják fel a figyelmet. A csalók a napokban az Újváros több utcájában is próbálkoztak. A hatóságok kérnek mindenkit, senki ne dőljön be nekik, ne engedjék be őket, és ne adjanak egyetlen forintot sem a csalóknak. Első ülését tartotta a Ceglédi Kistérségi Többcélú Társulás. A polgármesterek az idei év költségvetését tárgyalták elsőként. A társulás több kötelező és önként vállalt feladatot lát el, ilyen a térségi közszolgáltatások szervezése, illetve intézmények fenntartása is, emellett egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási teendők is a feladatkörükbe tartoznak. A települések vezetői egyhangulag fogadták el a társulás 2024. évi költségvetését. Még egy hónap van hátra azoknak, akik SMS-ben kérik a NAV-tól az adóbevallás elkészítését. Idén is a 06-33-44-43-04-es számra kell elküldeni az adószámot és a születési időpontot március 15-éig. Az adóhatóság küld egy visszaigazoló üzenetet, hogy elkezdték a kérelem feldolgozását. Amint a bevallás tervezet elkészül, postán küldik meg az adózó címére. A magánszemélyek adóbevallását, ahogyan évek óta, úgy idén is elkészíti a NAV. Akinek ügyfélkapuja van, már március 15-től megnézheti majd a tervezetet. Országos versenynek adott otthont ma a Ceglédi Tollascsarnok. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Losi Diák Sport Egyesület közös szervezésében idén első alkalommal hívták megmérettetésre a versenyzőket. 8 városból érkeztek diákok és felnőttek, hogy kiderüljön, kik a legeredményesebbek, kiknek sikerült legjobban a felkészülési időszak. Lelkes, motivált versenyzők sokasága töltötte meg ma délelőtt a Living Tollas labdacsarnokot. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Losi DSS szervezte a találkozót. Az idei év első versenyének kezdetén a diákokat és a felnőtteket Sipos Béla szakágvezető köszöntötte. Remélem mindenki jól felkészült az utóbbi verseny óta, és azoknak, akik az előző évben nem sikerült, most sokkal jobb eredményeket fognak elérni. A résztvevők 8 városból érkeztek, többek között Nagykőrösről, Soltról, Tiszakécskéről, Szolnokról. A versenyzők, mint mindig, most is divíziókban játszottak. Közel azonos képességű versenyzők kerülnek együtt, így nincs az, hogy valaki 21-0-ra veri a másikat. Nem év alapján döntünk, hanem a tudásuk alapján vannak sorsolva, divizionálva, és mindenki, bárki lehet első. Tehát lehet első, második, harmadik, negyedik, bármilyen lehet, attól függ, hogy a mostani formája éppen mit ad. A mai versenyre a legtávolabbi helyről a kaposvári csapat érkezett. A Somogyi megyeszékhelyen évek óta tartanak a speciális nevelési igényű fiataloknak tollaslabda edzéseket. A létszámunk egy 8-10 fő, ez úgy épül fel, hogy a kezdőket is foglalkoztatunk, és hozzá pedig a már jobban tudó tanulókkal is foglalkozunk. Szeretik. Igaz, hogy nagyon nehéz, mert a fogyatékosságnak van egy ilyen hátulütője, hogy nehéz a kéz és a koordinációt rendezni, ezért sok gyereket nehéz tanítani, de szeretik csinálni. Vannak, akik meg nagyon ügyesek és kimondottan jól teljesítenek ebben a sportban.
A kaposváriak a versenyeken általában a középmezőnyben végeznek. A diákjaik egyre ügyesebbek, egyre motiváltabbak, mondta Szőke Andrea. A mai országos versenyről természetesen a ceglédiek sem hiányozhattak. A losi diákjai évek óta szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Tavaly a berlini speciális olimpián egy egyéni aranyéremmel is bővült a gyűjtemény. A mai megmérettetésnek is komoly tétje volt a jövőre nézve, mondta Sipos Béla szakágvezető. Az országos versenyek azok mindig olyanok, hogyha bármilyen nemzetközi felkérést kapunk, akkor a divízió győztesek kijuthatnak. Tehát itt is az van, hogyha az országos versenyen, aki megnyeri a saját divízióját, akkor ő bekerül egy úgymond válogatottba, egy speciális olimpiai válogatott keretbe. A mai nap győzteseire külön edzések is várnak, tette hozzá Sipos Béla, aki úgy fogalmazott, nagyon sokat ad a fiataloknak a tollas, kitartásra, céltudatosságra nevel, és rengeteg képességet fejleszt. Sajnos kevés a lány, ezen szeretnének változtatni. Jó lenne, ha minél többen sportolnának és versenyeznének a szebbik nemből is, fogalmazott Sipos Béla. A mai nap legeredményesebb játékosai arany, ezüst és bronzéremmel térhettek haza. A város két közismert házas párja engedett betekintést megismerkedésük történetébe, de vallottak kapcsolatuk szépségeiről és a nehéz időszakról is egy tegnapi eseményen. A művelődési központ hívta kötetlen beszélgetésre a házasság hete alkalmából a Jezernicki és a Lőrinc házaspárt. Számos eseménnyel készült a művelődési központ a házasság hetére. Tegnap este például a kamaraterembe várták a közönséget, ahová két ismert ceglédi házaspárt hívtak vendégségbe. Az egyik pár, Jezernicki Márta fejlesztő pedagógus és Jezernicki Attila, a Pest megyei Szabadidősport Szövetség elnöke volt. A házasság hete alkalmából tartott beszélgetés előtt azt is megkérdeztük tőlük, egyáltalán ők ünneplik-e a házassági évfordulójukat. Nem szoktuk ünnepelni a házassági évfordulót, mert általában a vizen voltunk. Augusztus 8-án van a házassági évforduló, és a férjem általában vizen volt, én vagy vele voltam, vagy nem, tehát az így utólag esetleg egy kacintás volt. Meg virágos sűrűn viszek haza, úgyhogy ez ilyen szempontból nem téma, így van, tehát azon kívül is. Szintén találkozhatott a közönség Lőrinc Szabó Emesével és Lőrinc Szamással. Az Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó és most már fotós, valamint az olimpiai bajnok férje nem habozott, amikor felkérést kaptak erre a beszélgetésre. Örömmel fogadtuk. Kíváncsian várjuk, hogy mi következik, aztán remélem, hogy jó beszélgetés lesz és érdekes lesz feleleveníteni a múltat. Igen, ha még emlékszem rá, mert olyan régen volt, de hát igen, ilyenben még nekem sem volt részem, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul itt az este, vagy milyen kérdésekbe futunk bele, de amire nem tudok válaszolni, majd átadom a szót. Én mindenre tudok válaszolni. És természetesen mindenki mindenre tudott válaszolni. Életük meghatározó eseményei elevenedtek meg ezen az esten, de azokról az időszakokról is őszintén és nyíltan beszéltek, amelyek azért kihívások elé állították kapcsolatukat. A házasság hete programsorozat folytatódik ma este 6 órakor a kaszinóban, rendhagyó helytörténeti klubbal. Majd pénteken szintén a kaszinóban 17 óra 30 perctől egy beszélgetéssel. Vendég dr. Szabó Balog Virág, klinikai gyermek és szakpszichológus lesz. Ezzel a hírrel köszönöm meg mai figyelmüket itt a Híradóban. A folytatásban Városháza magazinunkat láthatják, melyben a mai testületi ülés összefoglalója mellett stúdiónkba várjuk a többségi frakció vezetőjét dr. Ferenczi Norbertet és a Cigle frakció vezetőjét Fehér Istvánt. Friss hírekkel pedig legközelebb, majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk önökre. Tartsanak velünk akkor is, szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!